Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Világvége várások az emberiség történetében című előadásomnak a második részében, és nagyon szeretném, hogyha közösen a mai alkalommal megtalálnánk a választ, hogy vajon napjaink globális méretekben megnyilvánuló társadalmi válsága elhozza-e a világ végét, mennyire kell ezt nekünk komolyan venni, mennyire ez a valóság, vagy mondjuk csak egy ámítás. Emlékszem arra, hogy sok-sok évvel ezelőtt, amikor megismertem Szentgyörgyi professzor egyik gondolatát, akkor milyen sokat jelentett számomra. Ő a következőt fogalmazta meg: századokon át az volt az emberek fő gondja, hogy milyen lesz az élet a halál után. Sokkal inkább arra kellene megkeresnünk a válaszokat, hogy milyen lesz az élet a halál előtt. És én a mai alkalommal erről szeretnék szólni, hogy mit mond nekünk a Biblia, hogyan mutatja be számunkra a Szentírás mind a jelenünk és mind a jövőnkre vonatkozó problémákat, milyen lesz vagy milyen az életünk a halál előtt, és vajon ez hogyan hozza el a világ végét, a történelmünknek a lezárását. A Szentírásnak van egy csodálatos kijelentése: kérdezzük meg a Bibliát, kérdezzük meg Istent a jövő felől. Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. versében maga a próféta egy csodálatos tulajdonságot mutat be számunkra a Teremtő Istenről, ami számomra is, és szerintem nagyon sok ember számára is a reményt, a nyugalmat és a békességet kell, hogy elhozza. Itt a próféta a következőt fogalmazza meg: kérdezzétek meg a jövendőt én tőlem, mármint hogy kérdezzük meg a jövőt a Teremtő Istenünkről. Isten válaszokat tud nekünk adni mind az egyéni és mind a közösségi életünkben felmerülő kérdéseinkre a jövővel kapcsolatosan. Nagyon sok ember a magánéletében, nagyon sok ember az ország életére vonatkozóan kérdéseket vet fel. Mit hoz a jövő? Mit tartogat számunkra a jövő? Kitől kellene megkérdeznünk a jövőre vonatkozó kérdéseinket? A Biblia megadja a választ. Ember, hogyha felelősség teljesen gondolkozol, akkor attól kérdezd meg a jövődre vonatkozó kérdéseket, aki megteremtett téged a saját képére és hasonlatosságára. Isten csodálatos módon, fogalmazhatok így, bámulatos módon előre látja az egész emberi történelmet, előre látja az egyén születése pillanatától egészen a haláláig tartó életének minden szakaszát, és éppen ezért azt tanácsolja nekünk a Biblia: ember, érdekel a jövő? Válaszokat szeretnél találni a társadalomban felmerülő problémákra? Kérdezzél meg engem. Szintén sok-sok évvel ezelőtt ismertem meg egy verset Babits Mihálytól. A vers címe Május 23. Rákospalotán, és emlékszem, csak egy rövid gondolatot hadd idézzek ebből a versből, amikor is Babits így fogalmaz, hogy ó, te jövő, aki jössz, és senki se sejti, hogy itt vagy. Jössz, és senki se lát. Jössz sűrű fátyol alatt. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Van-e célod, vagy boros emberként ingatod utaidat? Milyen drámai sorok és milyen drámai kérdések? Ha eljön a jövő, akkor mit fog elhozni? Elhozza a nyugalmat, elhozza a várva várt békességet, elhozza a megoldásokat az emberiség életében, és mit fog elvinni? Elviszi a nyomorúságot, elviszi a betegségeket, elviszi a magánéleti válságokat. Mit hoz a jövő, és mit visz el? Mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg ezt a verset a maga teljességében Nyári István előadó művésztől. Babits Mihály, Május 23. Rákospalotán. Pest utcái között rohanó nép, puskalövések, rendőr, törtüvegek, népszava, forradalom. Én egyedül, tehetetlenül itt számlálom a percet. Nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt. Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak.
nem bőgnek tehenek, még a marad se visít. Nádas eresznek alatt a topáz szemű tengeri csőcsög, hószínű fal, kék árny, csend, csak a fecske csicserg. Csak ha a villanyos átruhan itt, és mint a tehén bőg, sejteni a város szörnyeteges közelét. Ám most alszik a táj, egy döglött villanyos állunk. Ó, bús villanyosom, bús ez a néma világ, bús e méla falun az üres sínekre merengni. Ó, jövevénysínek, visztek-e még ma tovább? Visztek-e még ma odáig, ahol most csörren az ablak, hol most csorran a vér, forran a forradalom, hol zajgó tömegen most úr a néma Petőfi, sarkra az eszme kiáll, isteni rima gyanánt, hol, tán még írom ezt, Magyarország nagy beteg ágyán, vér és kínok közt megszületett a jövő. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se lát. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se sejti, hogy itt vagy. Jössz, és senki se lát. Jössz sűrű fátyol alatt. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Van-e célod, vagy boros emberként ingatod útaidat? Ach, boros is vagy már, ezer őrült eszme borától. Álmodsz, skóros vágy szennyezi álmod ízét. Álom vagy magad, a múlt álma, ki halni szeretne, sír, hogy mindene fáj, s nem lehet így betegen. Jöjjön az elhazugolt életre halálos igazság, lesben az utcákon álljon a kósza halál. Minden mindegy már, zúgjon fel a tengerek alja, hányódjon fel a genny, jöjjön a forradalom, jöjjön a barbárság, jöjjön legalább az igazság annyi hazugság és elmulatások után, jöjjön a lázálom, mely minden bűnt kibeszél majd. Egynek mondja, dolgok gyáva barátja, remegj, másnak ajkaidon kopott szó lett a szabadság, szíved zsarnok volt, öklöd rossz kalapács, másnak álnokul és önzőn fogtál kezet, íme véres lett a kezed, moshatod a kezedet, mindnek félre vakult csökevény, s ti koholt ideálok, nem játék a világ, látni, teremteni kell. Ézsaiás könyve 46. fejezetében a 9. és a 10. vers a következőképpen szól. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ugyanerről beszél a próféta is, hogy Isten az, aki előre megjelenti nekünk a véget. Isten az, aki be tudja mutatni nekünk, hogy merre tart a történelmünk menete, és miért ő tudja bemutatni, és miért őtől le kellene megkérdeznünk a jövőnkre vonatkozó kérdéseket. Azt mondja a proféta azért, mert Isten azt mondja önmagáról, hogy nincs más Isten rajta kívül. Isten mind a múlt, mind a jelen és mind a jövő istene. Kérdezzük meg a jövőt őtőle. Egy teológus a következőt fogalmazta meg erre a bibliaversre, amit felolvastam önöknek, szó szerint szeretném idézni. Az írások kijelentése szerint egyedül a mindenható ismeri és képes feltárni a jövőt. És ez az előre tudó képessége teszi őt egyetlen igaz istenné. Olyan bámulatos, hogyha elővesszük a Szentírást, és kizárólag a jövőre vonatkozó kérdésekre,
keressük a válaszokat, akkor szintén egy teológiai professzor összeszámolta, hogy a Bibliában hány vers van, és itt a vers szakaszokat érti, és ebből hány tartalmaz jövendőlést a jövőre. Azt mondja a Szentírás, 31.124 verséből 8.352 tartalmaz jövendőlést a jövőre. A 17. században Blaise Pascal ugyanezt fogalmazta meg. Miért hihetünk egyedül a Bibliában? Annyi vallás van a világon. Mindegyik vallás a maga tekintélyére hivatkozva azt követeli, hogy higgyenek benne. Miért pont a Biblia az, ami bemutatja számunkra a jövőt? Miért kell a Bibliában hinnünk? Annyi vallás van a világon, és minden vallás azt fogalmazza meg, hogy emberek, én tudom megadni nektek a válaszokat a jövőre. Pascal a következőt fogalmazta meg. Egymástól ellentétes vallásokat látok, következésképp mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mert minden vallás a maga tekintélyére hivatkozva azt követeli, hogy higgyenek benne. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, és ez pedig semmilyen más vallás nem tudja elmondani magáról. És itt van Pascal igazságának az alapja, hogy egyedül a Bibliában vannak a jövőnkre vonatkozó proféciák, amelyeket le tudunk ellenőrizni. Semmilyen más vallás nem tud ilyen proféciákat bemutatni. Semmilyen más vallásnak a könyvében nem találunk ilyen egyedülálló kijelentéseket a jövőre, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, amelyeket le tudunk ellenőrizni. Egyedül a Biblia vallása mutatja be számunkra proféciákon keresztül a jövőt. Erre mondja Pascal, hogy ezért hiszek egyedül a Bibliában. Floyd Hamilton a következőt fogalmazta meg egykoron, és ezt is szeretném szó szerint idézni, a beteljesedett jövendőlések egyik perdöntő bizonyítéka, hogy a Biblia Isten szava. Ugyanazt fogalmazza meg, amit Pascal. Ha én kinyitom a Szentírást, és azzal a gondolkodásmóddal, hogy én tényleg szeretném megtalálni a válaszokat a jövőre, akkor a Biblia azt mondja, keressetek engem, keressétek a jövőre vonatkozó kérdéseiteket nálam, és meg fogjátok látni, hogy amit én elmondtam a múltban, a jelenetekre, vagy a jövőtökre vonatkozóan, a szemmel láthatóan beteljesedett, vagy be fog teljesedni, és itt találjuk meg a Biblia perdöntő bizonyítékát, hogy ő az Istentől származik, mert leellenőrizhető módon benne van minden a Bibliában, amit akarunk tudni a jelenünkre, vagy akartunk tudni a múltunkra, vagy a jövőnkre vonatkozóan. De ennek ellenére, és ezt olyan fájdalmas kimondani, az emberek nagy többsége számára a Biblia, elnézést a kifejezésért, vagy csak egy irodalmi alkotás, vagy egy mesekönyv. Emlékszem arra, amikor egy doktornőnek a könyvét olvastam, ami a Biblia és a természet gyógyászatról szólt, és a bevezető gondolatában azt fogalmazta meg, lehet, hogy maga a Biblia a világon a legtöbb nyelvre lefordított könyv, de mégiscsak ennek ellenére egy könyv a többi között a polcon. És amikor az emberek nem olvassák a Bibliát, akkor ebből természetesen adódik, hogy a jövőjükre vonatkozó kijelentéseket, vagyis hogy napjaink társadalmi válsága hova vezet, mi hozza el a világ végét, mind-mind Biblián kívüli iratokból, vagy víziókból, vagy elméletekből akarják megtudni. 2000 évvel ezelőtt Péter apostol, amikor megírta a második levelét, akkor a harmadik fejezetében a harmadik és a negyedik vers a következőképpen szól. Tudván először azt,
hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. A harmadik versben egy fordítási helyesbítést szeretnék eszközölni. Ott az eredeti szövegben nem az szerepel, hogy csúfolkodók, hanem talán még mélyebben adja vissza ezt a problémát. Gúnyolódók támadnak majd, akik azt mondják, hogy hol van az Isten eljövetelének az ígérete, hisz minden azonképpen marad, ahogy a teremtés kezdetétől fogva volt. Vagyis emberek, ne féljetek a Biblia kijelentéseitől. A társadalmi problémák nem a véget fogják elhozni. Azt mondja, gúnyolódók támadnak, csúfolódók, akik ebből viccet fognak űzni Isten jövőre vonatkozó kijelentéseiből. Olyan döbbenetes volt olvasnom Kevin MacClure gondolatát, amit szintén szó szerint szeretnék idézni, és drámai módon bemutatja, hogy ma az emberek mit tartanak arról a Bibliáról és arról az Istenről, aki bizony beszél a világ végéről, beszél a világvégi jelekről, de amikor az utolsó időben gúnyolódók támadnak, akkor pontosan ez az idézet, amit szeretnék említeni, alátámasztja napjaink gondolkodását a Teremtő Istenről. Körülbelül annyi beteljesült profécia van, mint ahány sikere a svájci hadiflottának. Most lehet, hogy mosolyogni fognak, én is mosolygok, bár ez egy tragikomikus megfogalmazás, hogy körülbelül annyi beteljesedett profécia van a jövőnkre vonatkozóan, ahány hadisikere a svájci hadiflottának, vagyis, hogy semmi. És nem kell komolyan vennünk, mint ahogy a svájci hadiflottának semmilyen sikere nincs, na körülbelül ilyen gyatrán, vagy még ennyire sem mutatja be a Biblia a jövőnkre vonatkozó válaszokat. És nagyon sokan sajnos így gondolkodnak. És amikor az emberek így gondolkodnak, akkor egy másik idézet, és összegyűjtöttem néhány idézetet csak azért, hogy bemutassam önöknek, hogy hol tartunk jelenleg. Llewellyn George így fogalmazott: eljött annak az ideje, amikor a tömegek érdeklődéssel fordulnak az asztrológia irányába. Amikor a nagy tömegeknek természetesen tisztelet a kivétel, semmilyen ismeretük nincs a Bibliáról, vagy eleve gyengeségnek tartják Bibliát olvasni, vagy eleve úgy fogalmaznak, hogy a Biblia csak egy vallás a sok közül, a Biblia az már a múlté, de az emberekben benne van, hogy mit hoz a jövő. Az emberekben benne van a jövő miatti félelem. Maga Jézus is megfogalmazta ezt Lukács evangélium a 21. fejezetének 26. versében, hogy az emberek majd el fognak halni a félelem miatt, amit a jövő hoz. De amikor az emberek nem Istentől, hanem teremtett dolgoktól, vagy hamis ideológiáktól várják a jövőre vonatkozó kijelentéseiket, akkor ebben ez a legfélelmetesebb. Én most nagyon szeretném, hogyha két rövid bejátszás erejéig megnéznénk, hogy ma az asztrológusok, a kártyajósok, a csillagok állásából jövendőlő emberek mit mondanak az embereknek, és az emberek ezt mennyire vakon elhiszik és elfogadják, mivel azt mondják, hogy számukra sokkal inkább az asztrológia jelenti a nyugalmat, és nem a Biblia istene, és nem az Istentől származó írás a Biblia. Nézzük meg ezt a két filmbejátszást, és megdöbbentő megnyilvánulásokat fogunk látni. Amit elhoztam önöknek ebbe a mai adásba, kártyajósként elhoztam magammal a jós kártyáimat. Itt van velem többféle kártya az asztalon, pontosan azért, hogy minél pontosabban, minél precízebben tudjam az ön kérdését megválaszolni. Én arra buzdítanám önt, hogyha bármilyen kérdése van, amelyre szeretne választ kapni a jövőjével kapcsolatban, az bátran tegye fel. Nem szeretném semmilyen témakörök, semmilyen korlátok közé szorítani az ön kérdezési lehetőségét. Én azt
azt szeretném, hogy azt a kérdést tegye fel, amely ott jár, ott motoszkál az ön fejében, ott motoszkál az ön gondolataiban. De egy különleges lehetőséget is elhoztam önöknek ebbe a mai adásba. Itt van velem az ingám, és az ingám segítségével negatív energiavizsgálatot tudok önöknek végezni ebbe a mai különleges adásba. Negatív energiavizsgálat elég misztikusan hangzik, szeretném önöknek elmondani, hogy mit is jelent ez, de ön közben bátran tárcsázzon. Üdvözlöm, tessék parancsolni! Halló! Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm, kedves Klavini úr! Üdvözlöm! Én azt szeretném, lenne egy különleges kérésem. A múltkor lemaradtam, amikor pénzenergiát adott a nézőknek, és azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e lenne, hogy pénzenergiát kapjak öntől. Hát nézed, ez, én azt gondolom, hogy nem probléma, tehát ha nagyon szeretnék kérni, akkor persze, akkor küldöm önnek. Hát a szerencsepénzem az itt van, kikészítve gyakorlatilag, meg is mutatom, mert valahol azért a meditációban, éjféli meditációban én ezt megnéztem, hogy fogjam ma valaki kérni, hát mivel ön kéri, ezért mostantól kedves nézőnk, él a szerencsepénz energiája, elhoztam a pénzes füzetemet is, az is itt van velem, ki is nyitom, hiszen már hú, de sok száz név van benne, nyitok egy új lapot, és akkor elkérném az ön kedves nevét és életkorát. Judit vagyok, és 23, és nagyon szépen köszönöm, kedves Lomini úr. Judit, 23. Az a kérésem, Judit, hogy tessék gyújtani este 10 órakor mindenféleképpen egy gyertyát, mert egy szeánsz keretén belül akkor fogom elvégezni ezt a szertartást, és mivel az előző kedves nézők is már nagyon sokan jelezték, hogy többeknek lottó kettese, hármasa volt, és több pénzt is nyertek, ezek szerint ez maximálisan működik önöknél is. Tehát az a kérésem, gyújtson egy gyertyát, és gondoljon a szerencsepénz energiájára, jó? És mivel úgy igazságos, hogy másnak is megteremtsem a lehetőséget, nem csak Juditnak, ezért mostantól kezdve él a szerencsepénz energia. Tehát kedves néző, bárki kérheti, bárki feliratkozhat, és akkor megcsinálom este a szeanszot. Egy felmérést végeztek az Egyesült Államokban, és amikor én ezt megismertem, akkor szinte el sem akartam hinni. Talán lehet, hogy rá fognak erre csodálkozni, de ennek a felmérésnek az volt az eredménye, hogy az Egyesült Államok lakosságának a 95%-a hisz az asztrológiában. Az egész világon több millió asztrológus, kártyavető, halott idéző él. Most gondoljanak ebbe bele, az emberek egymástól akarják tudni a jövőre vonatkozó kijelentéseket, és amikor esetleg vannak olyanok, akik előállnak a Bibliával, hogy nézzétek emberek, itt van egy több ezer évvel ezelőtt íródott könyv, ami pontosan bemutatta a múltban is, a jelenben is a proféciáknak a hitelességét, akkor gúnyolódni fognak az emberek. Viszont leellenőrizhetetlen víziókhoz, kijelentésekhez, ideológiákhoz pedig odafordulnak. Mózes 5. könyve 18. fejezetében a 10. verstől a 12. versig szintén sok ezer évvel ezelőtt leíródott gondolat. Isten előre figyelmeztette a választott népét, hogy vigyázzatok, hogy kitől tudakoljátok a jövőtökre vonatkozó kérdéseket. Ez a Biblia vers így szól, egyébként önmagáért beszél. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy az ő lányát átvigye a tűzön, se jövendő mondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli. Megdöbbentő gondolat. Azt mondja Isten, hogy utálatos én előttem. Mindaz, ami ebben a Biblia versben leíródott, hogy aki jegymagyarázótól, aki halott idézőtől, aki jövendő mondótól akarja megtudni, hogy mi várható, mind az ő, mind a családja, mind a társadalom életében. És mennyire 21. század elejé gondolat. Mennyire az emberek semmibe veszik a Teremtő Istennek erre adott útmutatását. Nyíltan beszél a Biblia, utálatos Isten előtt minden ilyen tevékenység. És ma
az emberek nagy többsége honnan akarja tudni a jövőt? Nem Istentől, hanem minden ilyen hamis jövőkutatótól. Ezékiel könyve 11. fejezetének az 5. versében a próféta azt mondja, hogy kedves emberek, Isten valamit elmond nekünk, hogy ami a lelketekbe készül, én azt tudom előre. Én belelátok a ti egész életetekbe, belelátok a gondolatvilágotokba, amikor még a nyelveteken sincs a szó, én már pontosan tudom, hogy mit gondoltok, vagy mit akartok cselekedni, éppen azért hozzám jöjjetek. Én megmutatom nektek mindazt, ami érdekel benneteket. Ámos könyve 3. fejezetének a 7. versében így szól a Szentírás, mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten semmit sem cselekszünk, sem a jelenünkre, sem a jövőnkre vonatkozóan, hogy azt ő nem mutassa be számunkra. Isten csodálatos dolgai, azok nem hirtelen érik el azokat az embereket, akik a Biblián keresztül keresik a kérdéseikre a válaszokat. Isten azt mondja, mindent előre leírtam neked, ember. Leellenőrizhető módon semmit sem jelentem meg az emberi történelemben és társadalomban addig, míg ezt meg nem jelentettem az én prófétáimnak, akik pedig leírták ezeket a gondolatokat, és ezek a gondolatok eljuthatnak hozzátok. Péter 2. levele 1. fejezetének a 19. verse nagyon, de nagyon sokat jelent számomra, és mindig is sokat fog jelenteni, hogy Isten mit mond, hogy miért kell nekünk nagyon pontosan odafigyelnünk az ő beszédére? És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amerre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Mit mond az apostol, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd? Kedves nézőink, én ezt a bibliaverset, ennek a bibliaversnek az elejét úgy fogalmazom meg mindig elsősorban önmagamnak, hogy igen biztos, vagyis, hogy 1000%-ig biztos a prófétai beszéd, amire nagyon jól teszünk, ha figyelmezünk. Akkor teszünk jól, hogyha a Biblia beszédére építjük az életünket. Akkor teszünk jól, ha szó szerint a gondolkodásmódunkból, az elménkből kisöprünk minden ilyen hamis jövendőlést, mint amit bemutattam eddig önöknek, és azt mondja, ha egyetlen egy dologra figyelünk oda, a Biblia beszédére, mert ez igen biztos, ez 1000%-ig biztos, és mit csinál az életünkben a Biblia beszéde, a bibliai proféciák jövőnkre vonatkozó kijelentése, mint a sötét helyen világító szövétnek világosságot ad nekünk. Lehet, hogy sötétben vagyunk lelkileg, gondolkodásbelileg, de ha én megismerem és bizalmat szavazok az Isten beszédének, ez minden kor, minden embere számára, és legfőképpen, amikor napjainkban ilyen sok hamis dologgal, ilyen sok gondolkodásmódot megfertőző dolgokkal próbálnak bennünket nyugtatni, akkor azt mondja a Biblia, hogy úgy fogjuk érezni, ha megismerjük a Biblia szavát, és erre építjük az életünket, mintha egy csodálatos hajnal csillag kélne fel a mi szívünkben, egy minden, de mindent elárasztó világosság lesz ott az életünkben. Aleph Bowman fogalmazta meg, hogy a jövő történéseiről szóló bibliai profécia a történelem egyedülálló és elképesztő jelensége. Erről beszéltem, hogy ez egy egyedülálló dolog, és az Isten azt mondja, hogy ingyen bárkinek odadom, emberek, jöjjetek rá arra, hogy minden más dolog csak szerencsétlenséget fog az életetekben elhozni, és becsap benneteket. Ezek az állítólagos jövőkutatók, jósok, kártyavetők, csillagokból jövendőlők. Mit adtak eddig a történelemnek? Megváltozott általuk a történelem menete? Erkölcsileg ez megváltoztatta az emberiséget? Emberek, gondoljatok abba bele!
ez nem Istentől származik. Jézus Krisztus, amikor itt járt a földünkön, akkor nagyon, de nagyon sok kijelentést tett a bibliai proféciáknak a súlyáról. Többek között szeretném idézni János evangéliuma 14. fejezetének a 29. versét. Itt Jézus a következőt fogalmazta meg, hogy emberek, figyeljetek rám, én most mondok nektek bizonyos dolgokat a jövőre vonatkozóan, és amikor látjátok ennek beteljesedését, ti magatok le tudjátok majd ezt ellenőrizni, a józan eszetekkel fel tudjátok majd fogni, akkor emlékezzetek vissza, hogy én mit mondtam, és higgyetek majd ennek a beszédnek, mert még egyszer szeretném említeni, soha senki a Biblián kívül nem tud nekünk útmutatást adni a jövőre. Jézus erről beszélt, hogy én most kijelentek nektek bizonyos dolgokat, emberek, és lesznek, amelyeket én elmondok, a ti nemzedétetekben fog ez beteljesedni, és akkor gondoljatok arra vissza, hogy ezt én mondtam nektek, és higgyetek az én beszédemnek. Egyrésztről olyan félelmetes, másrésztről pedig annyira bámulatos olvasni Máté evangélium a 24. fejezetét. Ez az úgynevezett Jézus Krisztusnak az apokaliptikus végidőre vonatkozó beszéde. Ugyanezeket a beszédeket megtaláljuk Lukács evangéliumában és Márk evangéliumában is, az úgynevezett szinoptikus együttlátó evangéliumokban. Most Máté evangélium a 24. fejezetének az a története, hogy Jézus Krisztushoz oda mennek a tanítványok, és föltesznek neki egy hatalmas kérdést, egy olyan kérdést, ami mind a mai napig foglalkoztatja az embereket. Persze vannak, akik ezt nem veszik komolyan, vannak, akik pedig tényleg erre építik az életüket. Mi volt ez a kérdés? Urunk, micsoda jele lesz majd a világ végének és a te eljövetelednek? Óriási kérdés. És az a csodálatos az egészben, hogy Jézus Krisztus nem került el ennek a kérdésnek a megválaszolását. Nem mondta azt, hogy kedves emberek, én erre nem tudok válaszolni, vagy erre most nem adom meg a választ, vagy majd később fogom megadni, nem. Kereszt áldozata előtt 2 nappal, ezt Máté evangélium a 26. fejezetének 2. verse mondja el, Jézus Krisztus megválaszolja a jövőre vonatkozó kérdéseiket a tanítványoknak. És azt mondja, csak néhány rövid gondolatot hadd idézzek, hogy amikor majd hallotok háborúkról, háborúk híreiről, természeti katasztrófákról, éhségekről, fertőző betegségekről, és sorolja Jézus napjainkban csúcsosodó társadalmi problémákat, akkor azt mondja, hogy emlékezzetek majd arra vissza, hogy ezeket én mondtam nektek, és amikor majd látjátok, ez beindítja azt a folyamatot, ami elhozza a világ végét. Persze csak zárójelbe szeretnék megjegyezni önöknek, bár egy nagyon fontos dolgot. Az előadásaim során sokszor idézem Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését, és amikor rákerül a sor a beszélgetésre, akkor teljesen életszerű, hogy némelyek fölteszik nekem azt a kérdést, hogy jó-jó, természetesen látjuk ezeket a problémákat, na de ezek mindig is jellemezték az emberi történelmet. Hát mondjuk az ókorban, vagy a középkorban nem voltak háborúk, nem voltak betegségek, nem voltak természeti katasztrófák. Honnan tudjuk pontosan, hogy ez a napjainkra vonatkozik? A válaszom mindig az, hogy igenis, sajnos jellemezték az embereket, az emberi társadalmat ezek a problémák. Nem véletlenül fogalmazta meg Petőfi 1847-ben az Ítélet című versében, hogy mi az emberiség történelme vagy története? Azt mondja, vérfolyam, mely szakadatlan folyik le korunkig. Csak kedves nézőink, azon gondolkodjanak el, hogy ezek a társadalmi válságok, amelyeket soroltam önöknek, napjainkban milyen méreteket öltenek. Mert ezt kell nekünk meglátni, mert a háborúk,
a természeti katasztrófák, a betegségek, az éhségek mindig is jelen voltak, de nem olyan méretekben, mint a 20. század közepétől mondjuk egészen korunkig. És Jézus azt mondja, hogy amikor majd ezeket látjátok, akkor gondoljatok valamire vissza, hogy én ezt elmondtam nektek, és Máté evangélium a 24. fejezetében a 32. és a 33. verset szeretném idézni önöknek, ami így szól. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Jézus a természetből vesz egy példát, és azt mondja, kedves emberek, a fügefáról vegyétek a példát, hogy amikor már az ága zsendül és levelet hajt, akkor megállapítjuk, itt van a nyár. És nem szoktunk ilyenkor tévedni. Jézus azt mondja, akarjátok tudni a világ végét megelőző eseményeket, ami beindítja azt a folyamatot, hogy én eljövök másodszor, és lezárom a történelmet? Nem kell ehhez nagy hit, csak józan belátás és józan gondolkodás. Nézzétek a társadalmi jeleket, és ahogy a fügefáról, amikor levelet hajt, azonnal megállapítjátok, hogy nyár van. Ha látjátok a háborúkat, a háborúk híreit, a betegségeket, a természeti katasztrófákat, a fertőző betegségeket, akkor lássátok, hogy a világ vége már az ajtó előtt áll. Nem mindjárt hozza el a világ végét ezek a folyamatok, de beindítják, amelyek el fogják hozni Jézus második eljövetelét, és ezt csak a Biblia tudja nekünk bemutatni. Semmilyen kártyajós, semmilyen égből jósló ember, csak maga a Biblia. Ezért figyeljünk arra, hogy mit mond a Szentírásnak a kijelentése. És szeretném tovább olvasni Jézusnak az erre vonatkozó kijelentéseit Máté evangélium a 36. fejezetét, 36. versétől egészen a 39. verséig, és ez a következőképpen szól. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, házasodnak és férjhez mennek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindannyiukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mit mond Jézus Krisztus? És ha visszaemlékeznek az előző előadásomban, mondjuk a december 21-i maja jövendőlésre vonatkozóan, vagy most egy újabb, úgynevezett idézőjelben lévő profécia ütötte fel a fejét, hogy a Földünk december 21-én majd bemegy a nullségba, és ez fogja elhozni a világ végét, egy teljes sötétség lesz napokig. Emberek 10%, az emberiség 10%-a meg fog halni, jövendölik. És majd december 21-e után egy új világ fog létrejönni. Mit mond erre a Biblia, hogy emberek ebben miért ne higgyetek? Mert arról a napról és óráról senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem a mennyei atya egyedül. Soha nem olvasunk a Bibliában olyat, Isten soha nem adott olyan kijelentést sem a majáknak, sem ebben az állítólagos nullségba bemenő proféciának, amire azt mondják, hogy a NASA tudósaitól származik, mondjuk én ebben nem hiszek, hogy napra pontosan valami elhozza a világ végét. Jézus azt mondta, hogy figyeljük a társadalmat, hogy amilyen volt Noé napjaiban a világ, most is olyan lesz. Az emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, ami önmagában nagyon jó dolog. De Jézus hozzátesz valamit. Mégis van ebben egy probléma, hogy az emberek csak ezzel vannak elfoglalva, semmi mással. És nem vesznek észre semmit. Nem veszik észre, hogy mifele halad az emberi társadalom. Nem veszik észre azt, hogy Máté evangélium a 24. fejezetén keresztül, többek között, ez a fejezet is ezt mutatja meg, hogy merre megy a világ,
És mi hozza el a világ végét? Amiképpen lesz a Noé napjaiban, aképpen lesz az ember fiának az eljövetele is. És így az előadásunk második részében szeretnék idézni önöknek egy olyan bibliai igeszakaszt, ami szintén nagyon pontosan bemutatja számunkra azokat a társadalmi válságokat, azokat a negatív erkölcsi folyamatokat, amelyek sajnos elhozzák a világ végét. Ez Pál apostol Timóteushoz írt második levelében szerepel, a harmadik fejezetnek az első 5 versét szeretném felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. Figyeljék meg, Pál apostol milyen pontosan leírja a válságokat, és én arra kérném önöket, hogy amíg olvasom, gondoljanak arra, bár ez 2000 évvel ezelőtt íródott le, napjaink társadalmára jellemzőek-e ezek a problémák. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Szinte bámulatos Pál apostolnak ez a kijelentése, és én ezt úgy fogalmaztam meg önmagam számára, amit önöknek is szeretnék szinte szó szerint megfogalmazni. Ebben a fejezetében az apostol egy általános összeomlásról ír, ami az utolsó napokban fogja sújtani az emberiséget. Egy általános összeomlásról, egy általános erkölcsi összeomlásról ír az apostol, és egy néhány perc erejéig azért mélyedjünk el Pálnak ezekben a gondolataiban. Amikor a harmadik fejezet harmadik versében Pál apostol így kezdi a gondolatait, hogy az emberek lesznek majd szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, megnéztem, hogy az eredeti görög szövegben hogyan is szerepel ez a leírás. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Károly Gáspár fordítása ne lenne jó, szerintem a legszebb magyar biblia fordítás. De ha van módunk arra, hogy különböző biblia fordító programokon keresztül megnézzük, hogy mit is jelent, vagy mit is ír az eredeti szöveg, akkor tegyük meg. Amikor így fordítja Károly Gáspár, hogy az utolsó időben lesznek az emberek kegyetlenek, kedves nézőink, ott a görög szövegben az anémerosz kifejezés szerepel, amit magyar nyelvre így lehetne lefordítani. A civilizált viselkedés ellentéte, szelídítetlen, műveletlen, de nem tárgyi tudás szempontjából. Vagyis, hogy milyenné válik, vagy milyenné vált az emberi társadalom? Minden olyan dolog megnyilvánul ma már, ami a civilizált viselkedés ellentéte. Minden olyan dolog, ami a normális, szeretetteljes együttélés feltétele lenne, az ma nincs meg. Az emberek szelidítetlenek lesznek, műveletlenek lesznek, de hozzátesz valamit a görög szöveg. Nem tárgyi tudás szempontjából lesznek az emberek műveletlenek, hanem erkölcsi hozzáállás tekintetében, az egymáshoz való viszonyulások tekintetében az emberek műveletlenek lesznek, és civilizálatlan módon fognak viselkedni. Kedves nézőink, én nagyon szeretek olvasni, és nemrégiben egy igazi könyv élmény, ha használhatom ezt a kifejezést, jutott a kezembe, került a kezembe. Ennek a könyvnek az a címe az Érzelmi Intelligencia, és Daniel Goleman írta. Ebben a szerző a következőt fogalmazza meg, és ezt szeretném szó szerint idézni tőle, az érzelmi intelligencia adja legemberibb vonásaink túlnyomó részét.
És azonnal, amikor elolvastam ezt a mondatát, akkor eszembe jutott Pál apostol kifejezése. Ha az érzelmi intelligencia adja a legemberibb vonásaink túlnyomó részét, akkor Pál pontosan erről jövendőlt korunkra vonatkozóan a Szentlélek segítsége által, hogy minden olyan civilizálatlan viselkedés meg fog nyilvánulni az emberi társadalomban, amivel tönkretesszük magunkat, és az emberek nem lesznek intelligensek. De nem tárgyi tudás szempontjából, hanem hogyan fogalmaz Daniel Goleman? Érzelmi intelligencia szempontjából veszítjük el az intelligenciánkat. De mi is az érzelmi intelligencia? Én most szeretnék néhány gondolatot felolvasni az előbb említett könyvből, és ez pedig a következőképpen szól. Egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az alapvető erkölcsi viszonyulások az érzelmi képességekből gyökereznek. Hát erről beszél maga Pál apostol is. A következő gondolat pedig így szól. Az emberségünk leginkább érzéseinkben jut felszínre, és ezzel arra tanít, hogy az emberi szív legmagasabb eszményei a bizalom, a remény, az odaadás, a szeretet, a hidegen, kognitív felfogásban egyáltalán nem kapnak helyet. Az érzelmek gazdagítanak, az a lelki modell, amely mellőzi őket, szegényes. És most ez a lelki modell vált uralkodó szemléletté az emberi társadalomban. Gardner szerint így is teljesen világos, milyen döntő jelentőségűek az érzelmi és társas készségek az élet viharaiban. Rámutat arra, hogy a 160-as IQ-jú személyek gyakran 100-as IQ-jú beosztottai, ha az előbbiek intrapersonális intelligenciája gyenge, az utóbbiaké viszont fejlett. Az interpersonális intelligencia a mindennapi élet szintén messze a legfontosabb. Ha nincs meg, rosszul választunk házastársat, állást és hasonlókat. A gyerekek személyi intelligenciáit már az iskolapadban fejleszteni kell. Hogy az érzelmi intelligencia részét alkotó szociális vagy társas intelligencia, melynek révén megértünk másokat, és bölcsen járunk el emberi kapcsolatainkban, belejátszik az IQ-ba. Amikor Robert Stenberg, szintén a Yale Egyetem pszichológusa arról tájékozódott, mit értenek az emberek azon, hogy valaki intelligens, mekkora kérdés. Mit értenek ma az emberek azon, hogy valaki intelligens? Ha föltennék nekünk azt a kérdést, hogy ön szerint hogyan is kell értenünk azt, hogy valaki intelligens, hogyan válaszolnánk? És a válasz a következőképpen rejlik. A megkérdezettek előkelő helyre tették az emberekkel való bánás készségét. Stenberg alapos kutatások után ugyanoda lyukadt ki, mint a másik pszichológus társa, a szociális intelligencia külön válik az akadémikus intelligenciától, és kulcsfontosságú a gyakorlati életben való boldogulásnál. A munkahelyeken oly nagyra becsült gyakorlati intelligencia fajták közé tartozik például az az érzékenység, melynek révén a jó főnök felfogja a ki nem mondott üzeneteket. Az utóbbi években megnőtt a hasonló nézeteket valló pszichológusok tábora, akik egyetértenek Gardnerrel abban, hogy az IQ régi felfogása megrekedt a nyelvészeti és matematikai képességek egy szűk sávjában, és hogy az IQ tesztekben nyújtott jó teljesítmény csak az iskolapadban, vagy a professzori katedrán aratott sikerre vonatkoztatható közvetlenül, a nagybetűs élet szerteágozó útjaira nézvést jóval kevésbé érvényes a jóslat. Vagyis azt mondja a szerző, hogy külön kellene választanunk. Vannak olyan emberek, akik tárgyi tudás szempontjából nagyon intelligensek. Hogyan fogalmazott Pál apostol 2000 évvel ezelőtt? Az emberek műveletlenek lesznek, de nem tárgyi tudás szempontjából. Miben lesznek majd az emberek műveletlenek? Hogyan viszonyuljunk szeretetteljesen másokhoz.
És ezt írja a könyv szerzője, hogy nagyon, de nagyon sok ember hiány van az érzelmi intelligenciának. Ha képtelenek vagyunk valódi érzéseink észlelésére, ki vagyunk szolgáltatva nekik. Minél biztosabb valaki az érzéseiben, annál határozottabban irányítja életét, mert egyértelmű számára, hogy hogyan viszonyuljon ténylegesen majd a környezetéhez, a döntésein és az érzelmein keresztül. Röviden ennyit szerettem volna ebből a könyvből felolvasni, vagyis hogy mi az érzelmi intelligencia? Mi az, amivel hiány vagyunk az emberi társadalomban? Miért mondta Daniel Goleman, hogy az érzelmi intelligencia adja az emberi vonásaink túlnyomó részét? Miért kell különbséget tenni tárgyi tudás alapján létrejövő intelligencia és a napi viselkedéseinkben, az egymáshoz való viselkedéseinkben megnyilvánuló intelligencia között? Mert az egyik tárgyi tudást ad, másik pedig kiemeli az emberségünket. Mi is az érzelmi intelligencia? Mondjuk a segítőkészség, az empátia, a kedvesség, a becsületesség, az udvariasság, a szeretet, a hűség, a lelkiismeretesség, az önuralom, az együttérzés. Ez az érzelmi intelligencia. És mi a nagy probléma az emberi társadalomban? Hogy ezek nincsenek meg. Érzelmileg nem vagyunk intelligensek. Amikor Pál arról beszél, hogy az utolsó napokban az emberek majd kegyetlenek lesznek, akkor erre tessenek gondolni. A kegyetlenség nyilván a fizikai kegyetlenségen túl arról szól, hogy az emberek műveletlenek lesznek, de nem tárgyi tudás szempontjából. Radnóti Miklós, amikor megírta az eklógáit, akkor döbbenetesek, pontosan ezt fogalmazza meg, hogy hova is jutott az emberi társadalom, amikor az emberek műveletlenek lesznek, de nem tárgyi tudás szempontjából. És amikor megírja a Töredék című művét, akkor ebben drámai sorok vannak, hogy olykorban éltem én, amikor az ember önként kéjelölt, és sorolja a problémákat, Radnóti. Szeretném, hogyha ezt a verset is a maga teljességében meghallgatnánk. Radnóti Miklós, Töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. És még balhitekben hitt, stajtézott téveteg, befonták életét vadkényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzetem vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. Szeretnék idézni egy gondolatot Daniel Goleman-től, az előbb említett szerzőtől, aki az Érzelmi Intelligencia című könyvének a 11. oldalán a következőt fogalmazza meg.
egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az alapvető erkölcsi viszonyulások az érzelmi képességekből gyökereznek. Van olyan ember, akinek az indulata az érzelm közege. Valamennyi indulat magja minden áron tettben felszínre törő emóció. Aki ki van szolgáltatva indulatainak, azaz nincs önuralma, erkölcsi fogyatékosságban szenved. Kiáltó kérdés korunkban az önmérséklet és az együttérzés. Mit mond? Hogy miben szenvednek ma az emberek? Miről beszélt Pál apostol? Hogy az emberek majd civilizálatlan módon fognak egymáshoz viszonyulni, és nem lesznek intelligensek, de nem tárgyi tudás szempontjából. Arról beszél Pál apostol, hogy amikor az ember ki lesz szolgáltatva az indulatainak, vagyis nincs önuralma, a Biblia ezt így fogalmazza meg, kegyetlenek lesznek, akkor az emberek majd erkölcsi fogyatékosságban szenvednek. És amikor Pál azt írja ebben a proféciájában, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, akkor megint szeretném említeni a görög szöveget, kaleposz, és napjaink társadalmára ez mennyire ráillik, nehezen elviselhető, ártalmas, zord, fárasztó világot jelent. Szeretném megkérdezni önöktől, bár Pál apostol ezt 2000 évvel ezelőtt írta le, jellemző napjaink társadalmi problémáira? Nagyon is. Hogyan fogalmazott Pál apostol? Ismételjük át még egyszer. Lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Döbbenetes ez a gondolat. Akik inkább a saját maguk érzelmeit helyezik majd előtérbe, a saját maguk indulatait helyezik majd, a saját maguk elgondolásait, a saját énjüket inkább a gyönyörnek fognak szolgálni, inkább olyan tanításokra figyelnek oda, amelyek kielégítik az ő igényeiket, és nem az Istennek szeretői lesznek. És ami talán a legmegdöbbentőbb, ami a korona erre a proféciára. És ez így szól, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, ezeket kerüld. Vagyis Pál apostol azt mondja, hogy éppen a vallásoknak kellene az embereket a jó irányba terelni. Éppen a vallásoknak kellene az emberek figyelmét felhívni. És itt most a keresztény vallásokról beszélek, hogy emberek rossz irányba halad a világ, erkölcsi fogyatékosságban szenvedtek, semmilyen kártyavetés, semmilyen jóslás nem fogja tudni megváltoztatni az életeteket, mert erkölcsileg vagytok betegek. De Pál apostol mit mond? Hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, és itt a görög szövegben egy olyan kifejezés szerepel, hogy akik az Isten tisztelet külső formáját bitorolják, de a Biblia erejét megtagadják. Tisztelet a kivételnek, de ma előtérbe kerül ismételten a vallási hagyomány. Ez az én hagyományom, én ebben megnyugszom. Nem biztos, hogy nekem ebben most gondolkodnom kell, mélyreható vallási kérdésekben. Pál erről beszél, hogy az emberek vallásosak lesznek, de nem a Biblia tekintetében. És Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. verse szinte aláhúzza az emberi problémát, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, ekkor majd a szeretet sokakban meghidegül, vagy kialszik. Itt tartunk most. Szeretném megkérdezni önöktől, e problémák hatására az emberiség önmagát meg tudja majd változtatni? Meg tudunk változni magunktól. Hinnünk kell az olyan világvégi jóslatokban, hogy majd december 21-én eljön egy katasztrófa, de majd 22-től erkölcsileg majd megváltozik a világ, megújul majd a világ egy katasztrófa hatására. Az emberiség meg tud változni magától. Hihetünk az ilyen jóslatoknak?
Jeremiás könyve 13. fejezetének a 23. versében azt mondja a Szentírás, a proféta az állatvilágból felhoz egy példát, és tulajdonképpen egy költői kérdést tesz fel. Ezen a költői kérdésen kellene nagyon, de nagyon elgondolkodnunk. Vajon meg tudja változtatni a párduc önmagától a foltosságát? Költői kérdést. Szinte jelképesen hallom a válaszukat, hogy dehogy is tudja egy párduc magától a foltosságát megváltoztatni. És a Biblia hozzátesz valamit. Ugyanígy emberek nem tudtok jót cselekedni magatoktól, mert megszoktátok a gonoszt. Nem tudjuk magunkat megváltoztatni. Erkölcsileg egy nagyon-nagyon súlyos, halálos betegségben szenvedünk. Isten ezt a betegséget meg tudja gyógyítani. Az ő második eljövetelével ezt tudja majd meggyógyítani. Az persze nem jelenti azt, hogy addig, akik az Istenhez ragaszkodnak, ne tudnának ebből meggyógyulni. De miért mondja ezt a Biblia, hogy emberek, ne hamis profétáktól tudakoljátok a jövőt. Igen, nyíltan beszél a Biblia Jézus második eljöveteléről. De miért van erre szükség, hogy Isten lezárja a történelmet? Azért, mert idáig jutottunk, az erkölcsi fogyatékosságunk ide vezetett, de arról a napról és óráról semmit nem tudunk. De ezek a jelek, amelyekről eddig beszéltem, és amiket, engedjék meg, hogy így fogalmazzak, szinte a bőrünkön érezzük, a mindennapjainkban érezzük, ezek jelek, amelyek elvezetnek a világ végéhez. Én most nagyon szeretném, hogyha egy rövid filmbejátszás keretében nagyon elgondolkodtatólag valaki készített egy felvételt, hogyha ő interjút készítene Istennel, és különböző kérdéseket tenne fel a hétköznapi problémákra vonatkozóan, ezekre a kérdésekre Isten hogyan válaszolna. Nézzük meg ezt a rövid bejátszást.
Kedves nézőink, a Biblia, mint említettem, nagyon nyíltan beszél Jézus második eljöveteléről, ami egy bizonyosság. Tetszenek látni a felírt Biblia verseket, most nem mindegyiket tudom felolvasni, de ezek mind-mind arról beszélnek, hogy az igazmondó Isten eljön másodszor, és ő fogja lezárni a történelmünk menetét. János evangélium a 14. fejezetének az első 3 versét szeretném felolvasni, és ez a következőképpen szól. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mit mond az igazmondó Isten? Hogy ő itt volt a földünkön, és ne nyugtalankodjék a mi szívünk, és ne féljünk, mert ő egy létező valóság. Amikor Jézus itt volt a földünkön, és a tanítványok szeme láttára elindult a mennybe, mielőtt ezt megtette volna, elmondta, hogy én most elmegyek, helyet készítek néktek, ne féljetek, ne nyugtalankodjék a szívetek, nem foglak magatokra hagyni titeket. Amikor kész van a hely a mennyben, akkor visszajövök, magamhoz veszlek titeket, és azt a sok fájdalmat, azt a sok katasztrófát, azt a sok nélkülözést, a magánéleti válságokat mind-mind eltörlöm majd azok esetében, akik engem várnak. Egy Egyesült Államokban élő lelkész, Mark Finley a következő gondolatot fogalmazta meg ezzel kapcsolatosan. Ez az ígéret jelen van az egész Szentírásban, az első eljövetelre vonatkozó utalásoknál 8-szor több említést találunk Jézus második eljöveteléről. Krisztus visszajöveteléről több mint 15 000-szer tesz említést a Biblia. Az Új Testamentum minden 25. versében jelen van. A visszajövetel ígérete rendíthetetlen reményt ad ezekben az utolsó bizonytalan időkben. A Szentírás arról biztosít, hogy a történelem Jézus dicsőséges eljövetelével és nem egy biológiai, vegyi vagy atomháborúval fog befejeződni. Nem nukleáris robbantás felhője, hanem Jézus dicsőséges felhője fogja betölteni az eget. És mi ezt várjuk, mert ez ad nekünk nyugalmat. Semmilyen december 21-ére vonatkozó, vagy semmilyen más hamis jövendőlés nem ad nekünk nyugalmat, hanem ez. És Jézus nyíltan beszélt, hogy emberek, amikor majd látjátok a társadalomban bekövetkező erkölcsi problémákat, persze ott vannak a háborúk hírei, akkor majd gondoljatok arra, hogy ezek a problémák hova vezetnek az én közeli második eljövetelemhez. És ezt várjátok. És az utolsó Biblia vers, amit szeretnék említeni, a Titushoz írt levél első fejezetének a 2. verse, ami így szól, az örök élet reménységére, amelyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte. Igen. Az igazmondó Isten, miután az emberi társadalomba Ádám és Éva óta bejött a bűn, elkészítette az ember megváltására vonatkozó tervet. Az emberi történelmünk nem olyan, hogy fekete-fehér, és ki tudja, hol áll meg, hanem Isten azt mondja, látom az emberi fájdalmat, látom az emberi problémákat, és emberek, látom azt is, hogy mifele halad a világ, de én megoldást adok nektek a jövőtökre vonatkozóan. Ez Jézus második eljövetele, és azután nem a nagy semmi, hanem az őt várók, az őt szeretők esetében az örök élet reménysége egy olyan ország bemutatásával és egy olyan ország megélésével, ahol sem gyász, sem halál, sem fájdalom nem lesz többé. Kedves nézőink, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Világvége várások az emberiség történetében című előadásom 2. részében, vagyis a befejező részében ezt szerettem volna bemutatni önöknek, és én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a Jézus Krisztust várjuk az örök élet reménységével.